Képviselők című közéleti magazint látják. Jó estét kívánok, kedves nézők! Négy bizottsági elnök a vendégem Sátoraljai Újhelyből, Szőnyi István. Jó estét kívánok, nézők! Csernai Ferencné. Jó estét kívánok, köszöntöm a Zemplén Televízió nézőit. Szabó Lajosné. Jó estét kívánok! És Kracson Norbert. Köszöntöm a nézőket én is. Üdvözöllek benneteket, köszönöm, hogy itt vagytok. Az elmúlt héten zajlott az önkormányzati ülés, sok-sok napirenddel, erről beszélgetünk, és természetesen minden egyéb aktuális kérdésről, ami egyrészt a választókerületet vagy a város közéletét érinti. Kedves nézők, természetesen lehet majd véleményeket mondani, e-maileket is kaptam, ezeket beépítettem ebbe a mai műsorba, különösen itt a civil sportszervezetek támogatásával kapcsolatban jött észrevétel, meg szó volt még a város leendő 2013-as költségvetéséről, amit majd még február 15-ig kell elfogadni a testületnek, tehát erről még most korai beszélni, de a következő bizottsági műsorban mindenképpen szót ejtünk. Nos, tehát én készültem, ti meg ott voltatok ezen a testületi ülésen, és tudjátok, hogy miről volt szó, mert jó sok témával foglalkozott a oktatási közművelési civil ifjúsági bizottság. Én kiemeltem itt a civil és a sportszervezetek tevékenységét, hát jó sok van belőle, ahogy megnéztem. Támogatjátok is őket, jó is az, hogy ugye beszámolnak, meg egy kicsit talán rossz is, hogy nem tudtok annyi pénzt adni nekik, de erről majd mindjárt mondol néhány szót. Voltak itt üzleti tervek, a művelődési központ, ennek a tevékenysége ugye hangsúlyozottan szerepelt, bárki hozzászólhat természetesen, de ezekhez a témákhoz, a civil szervezetekhez is, és a kultúrához is, ha úgy gondoljátok. Az egészségügyi szociális bizottságnak segélykérelmek, lakástámogatások, adósságrendezés, nem sorolom tovább erről, hogyha lenne egy összefoglalód, meg arra is kíváncsiak lennénk, e-mailt is kaptam ezzel kapcsolatban, hogy például az elmúlt évben mennyit fordított a város összegszerűen a bajba jutott emberek megsegítésére. Az ügyrendi bizottság most is fajsúlyos témával, például a szervezeti működési szabályzattal foglalkozott. Erről kérnélek majd, hogy mondjál nekünk néhány dolgot, hogy miért volt erre szükség. Norbi, mi pedig üzleti tervekkel foglalkoztatok. Hát ha jól tudom, megint nem nagyon tudtatok dönteni itt kéményseprői, meg egyéb ügyekben, de majd te elmondod, hogy miről van szó, meg hát ha itt a közbeszerzésről tudnál valamit mondani te is, hogy az elmúlt évben ugyanis alakult ez Sátoraljaújhelyben. Ez tehát, kedves nézők, a téma. Hát nézzük akkor a civil szervezetekkel, kezdjünk ezzel, hogy ugye beszámoltattátok őket, meg a támogatásukról is szó volt. Hát így van, úgy szokott, ez régebben úgy zajlott, ugye, hogy volt az oktatási bizottságnak egy viszonylag jó keret, amit szétosztott a sportszervezetek, civil szervezetek között. Sajnos, ahogy szűkültek a lehetőségeink, úgy ez a keret szépen elfogyott, és ezután már csak a polgármesteri keretből tudjuk támogatni a szervezeteket, és hát ez se egy se óriási összeg, nagyon kis összeggel tudjuk itt támogatni a szervezeteket, civil és sportszervezeteket, és akik kapnak támogatást, az természetesen el kell, hogy számoljanak a támogatás összegével, tehát ez minden év elején van, hogy beadják a számlákat, és elszámolnak a pénzzel. Hát többféle célra adott a polgármesteri keretből, az egyik volt a kulturális célú támogatások, ez 405.000 forint volt, itt minden szervezet elszámolta, mit kapott azzal az összeggel, hát itt is 10 és maximum 100.000 forint között mozogtak az adomány, amit kaptak. De soroljuk fel néhányat, hogy kik kapták hát ezeket. A nyugdíjas klubok mindegyik igen. Kapott, nyugdíjas klub, a Városvédők, Intervox, Holdfény, Szépbánya, Franekkeri, Sátori Baráti Társaság, Lavotta, a nyugdíjas klubok megint, és két magánszemély is, akik a könyvkiadásra, illetve CD megjelentetésére kértek részt, tehát ilyen kulturális jellegű segítségek voltak. Voltak sportcélú támogatások, itt az újhelyi sportegyesületek kaptak olyan 115.000 forint értékben, és az egyéb célú támogatások, itt a MÁV szakszervezet, zempléni fiatalok, cserkécsapat, polgárőrség és magánszemélyek, valamint a vesebetegek egyesülete. Ezek is, ez az összeg, ez 795.000 forint volt az egyéb célú támogatások.
mindenki elszámolt. Az STK kért haladékot, és ez a vesebetegek, mert pont úgy jött ki, hogy nem a pénzzel a kopertra nem tudtak elszámolni, de határidő módosítást kértek, és a határidő módosítást meg is kapták, és el is fognak tudni számolni a kerettel. Tehát én úgy gondolom, és ezt akkor elmondtam, mert néhány civil szervezet megjelent a bizottságülésre, és a testületülésre is jött egy civil szervezet képviselője, vezetője, hogy sajnáljuk, hogy így beszűkült ez a támogatás, de örülünk, hogy ennyit is tudunk adni, hiszen ezek a civil szervezetek mind-mind a Sátoraljóhely város életét színesbítik, tehát hozzájárulnak munkájukkal azért, hogy ugye az emberek jobban ide kössék magukat a városhoz. Hát majd, ha esetleg a tartalmi munkáról is mondanál valamit, de most Csernainénak adom meg a szót, hogy ugye ti foglalkoztatok most is nagyon sokféle szociális problémával, egyéni problémával, lakástámogatásokkal, adósságrendezéssel, hogyan is nézett ki ez a testületülés előtt? Januárban mindig számot vetünk, és megnézzük, hogy előző éven milyen segélykerettel gazdálkodtunk, és az milyen célra, milyen címen került kifizetésre. El kell, hogy mondjam, hogy 2012 évben 65 millió forint volt a városi költségvetésben segélykeretre betervezve. Ez nem mind bizottsági hatáskör, hiszen ide tartoznak a rendszeres támogatások, olyan, mint a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, illetve aki 5 éven belül nyugdíjkorhatárt eléri, az a rendszeres szociális segélyt kapja, az ápolási díj, az időskorúak járadéka, valamint a lakásfenntartási támogatás. Ezen felül bizottsági hatáskör, a Bursa Hungarika, a temetési segély, átmeneti segély, a méltányossági közgyógy. Tehát nagyon sokféle támogatási forma van, és ez éves szinten összességében ilyen kerettel kell, hogy számoljon az önkormányzat. Megváltozott 2011. szeptemberétől a lakásfenntartási támogatáshoz való hozzájutás feltételrendszere, módosult a szociális törvény, és ez valamilyen mértékig módon átrendezte a szociális segélyezést itt városunkban, de hát gondolom országos szinten is. Mert annyira megemelte az egy fogyasztási egységre jutó jövedelmet, hogy a növekedés alapján sokan fértek ezen támogatási formába. Korábban 42.750 forint volt az egy fogyasztási egységre jutó összeghatár, és ez emelkedett meg 71.250 forintra, tehát majdhogy nem duplájára. Ez azt eredményezte, hogy a rászoruló családok elsősorban ezen lakásfenntartási támogatást igényelték, és ez 12 hónapon keresztül nyújtott támogatás számukra, aminek 2500 forint a minimális összege, attól csak több lehet, de voltak 3, 4, 5000, sőt még 9000 forintos havi lakásfenntartási támogatások is. Ez a bizottsági munkába azt is eredményezte, hogy aki ilyen magas összegű és 12 hónapon keresztül kapott támogatást, megkaphatott, mert jogosult volt rá. Ez központi keretből történik ennek a finanszírozása, így ezen esetekben átmeneti segéllyel már nem segített a bizottság. Ez a lakásfenntartási támogatás, ez nem készhez kapott összeg, hanem a szolgáltatóknak történik beutalásra, tehát akár az émászhoz, akár a vízművekhez, vagy szemétdíj címén közvetlenül a szolgáltató kapja meg. Természetesen ennyivel kevesebb szolgáltatási díjat kell fizetni. Ügyeleti bizottság, ki a szervezeti működési szabályozattal foglalkoztatok főleg? Igen, igen, mi új szervezet és működési szabályzatot alkotunk, illetve erről tárgyaltunk. Az országgyűlés 2011. december 19-én fogadta el a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló törvényét. Ennek volt olyan hatályos jogszabálya, amely már 2012-ben hatályba lépett,
Ilyen volt például a tiltott kirívóan közösség ellenes magatartások szabályozásáról szóló törvény. Mint tudjuk, ez időközben visszavonás került, és ez volt az a törvénytervezet, amit a képviselőtestület átruházott hatáskörbe, jegyzői hatáskörbe utalt át. A Magyarország helyi önkormányzatokról szóló törvényének jelentős része 2013. január 1-jével lépett hatályba, tehát ezért is szükség volt a korábbi szervezeti és működési szabályzatnak a felülvizsgálata. Még el kell mondjam, hogy ennek az önkormányzati törvénynek lesznek olyan rendelkezései, amelyek majd a 2014-es őszi helyi önkormányzati választás másnapján fognak majd hatályba lépni. A 2013. január 1-i változások, rendelkezések olyan mértékűek voltak, hogy szükséges volt a felülvizsgálat. Tavaly már 8 alkalommal, tehát korábban már 8 alkalommal módosítottuk a szervezet és működési szabályzatot, és ezért szükséges volt egy új rendelettervezetnek a megalkotása. Ez úgy történt, hogy a változatlan tartalmak egy az egybe átkerültek az új rendeletre, és azok a módosítások pedig hozzá lettek rendelve. És a szervezet és működési szabályzat tartalmazza az önkormányzat működésének, a képviselőtestület működését, a bizottságoknak a működését, valamint tartalmazza a bizottságok részére, illetve a jegyző részére az átruházott feladatokat. 2012. január 1-jével a nemzetiségi törvény módosítása után a kisebbségeket ezután nemzetiségieknek neveztük el, tehát új nevet kaptak. A bizottsági megnevezéseknél így változott az ügyrend és kisebbségi bizottság, ezután ügyrend és nemzetiség bizottság lett, és még egy másik változás, az üzemeltetési és közbeszerzési bizottság helyett ezután üzemeltetési bizottság lesz. Változás történt a képviselőtestület zárt ülésén, eddig a nemzetiségi önkormányzatok vezetői, tehát bármelyik nyílt, illetve zárt ülésen részt vehettek az új törvény értelmében, ezután már csak az ő saját nemzetiségüket érintő zárt ülésen vehetnek részt, valamint új rendelkezés, hogy a bizottságok, illetve jegyzői hatáskör, átruházott hatáskörben hozott döntéseket a képviselőtestület tagjai részére írásban, tehát a képviselőtestületnek rendelkezésére kell bocsájtani. El kell még mondjam, hogy változás történt, a jegyző és az aljegyző, eddig a képviselőtestület, a kinevezés a képviselőtestület hatásköre volt, ezután a polgármester hatáskörébe kerül át. Nem tudom, hogy mi. Hát erről, ha bővebben akarnak a telefonálók, igen, nézők, érdeklődők, akkor a honlapon, a város honlapján, vagy a különböző dokumentumok között ezt megtalálják. A lényeg, hogy ebből megtudhatják, hogy hogyan működik az önkormányzat, a hivatal, milyen hatáskörök vannak, igen, milyen bizottságok vannak. Hát egyáltalán milyen szabályok szerint dolgoztak. Igen, és még annyit szeretnék mondani, hogy az önkormányzat kötelező feladatait ez a magyarországi helyi önkormányzatokról szóló törvény szabályozza, tartalmazza, illetve az önkormányzatnak vannak önként vállalt feladatai, melyet tartalmaz ez az új rendelet, a szervezeti működési szabályzat. Csak szeretnék visszautalni Szőnyi elnök úrnak a korábbiakban mondott civil szervezetek, sportszervezetek támogatása, például ez is egy önként vállalt feladat, vagy például a BUSA felsőoktatásban tanulóknak a szociális támogatása. És ezt a honlapon, illetve a hirdető táblán, mivel ez egy 44 oldalas terjedelmű rendelettervezet. Városüzemeltetési bizottság, foglalkoztatok üzleti tervekkel, például olvasom a Gazdálkodási Kft. Így 2013-as tervével is. Így igaz, de mielőtt erről
beszámolnák a nézőknek. Elnök asszonyhoz részben csatlakoznék, csak egy röviden felvázolnám, hogy miért volt szükség a bizottság, a Városüzemeltetési Bizottság nevének változására. Az új önkormányzati törvény mondja ki, hogy ezután közbeszerzési bizottságnak nem lehet választott helyi képviselő a tagja, ezért egy változó összetételű szakmai bizottságként fog a későbbiekben tevékenykedni, és ezért ezt a feladatát átveszi a Városüzemeltetési Bizottságtól, úgyhogy ezután csak Városüzemeltetési Bizottság lesz az elnevezés. Így igaz, az Újhelyi Gazdálkodási Kft. Üzleti tervét tárgyaltuk. Tudni kell, hogy a városnak ez a Kft.-nek a, ha visszatekintünk, 1991-ig a Városgazdálkodási Kft.-ig nyúlik vissza a története. Egy kicsit hányatott sorsú volt a korábbi évtizedben. 2008-ban egyszemélyes Kft.-ként a egy végelszámolás után a város úgy döntött, hogy ezt a Kft.-t mindenképpen megtartjuk. Többek között azért, mert a távhővagyon tulajdonát is a Újhelyi Gazdálkodási Kft. Birtokolja, hogy így mondjam. Természetesen a város városi a tulajdon, de az Újhelyi Kft. Testesíti meg ezt a tulajdont, hiszen a Kotek Kft.-től a távhőszolgáltatóval is egy hármas szerződést kötöttünk annó, ahol az egyik partner a Újhelyi Gazdálkodási Kft. Volt. Egyébként alapfeladata a Kft.-nek az ingatlanok forgalmazása, ingatlan értékbecsléssel foglalkozik, ingatlanok bérbeadásával. Azért tudni kell, hogy itt is az ingatlan piacon történt negatív folyamatok hatására nagyon minimális az a mozgástér a Kft.-nek, hogy akár ingatlanok adásával, illetve vételével tudjon foglalkozni. A keretek is igen szűkösek, egy meglévő minimális ingatlan állománnyal rendelkezik. Ezt hasznosítja jelenleg, ebből szed be bérleti díjat, illetve korábbi vételár törlesztést szednek be. Így a Kft.-nek a bevétele a jövő évre 790 ezer forinttal kalkuláljuk, illetve az ügyvezető igazgató úr kalkulál, és 450 ezer forint kiadással. Hát reméljük, hogy a későbbiekben esetleges az ingatlanpiac felfutó hágba kerül, és jobban ki tudjuk használni esetleg ezen a téren is ezek a lehetőségeket. Így van, tehát ez szükségszerű, fontos megtartani, mert eljöhet még az az idő, amikor szerepe lesz, és ugye az ingatlan piacon, vagy bárhol a városnak hasznára válhat. A Magyar Kultúra Napja ünnepségéről készítettünk egy rövid kis összefoglalót, ezt nézzük meg, és hogyha bárkinek ezzel kapcsolatban van néhány gondolata, azt szívesen veszem. A Magyar Kultúra Napján a himnusz születésére emlékezünk. Sátoraljaújhelyen hagyományosan a Magyar Nyelv Múzeumában rendezik a díszünnepséget ezen a napon. A rendezvényen dr. Ternyák Csaba egriesek mondott beszédet, a város közművelődési díját pedig Mizsákné Bodnár Zsuzsanna, a Kossuth Lajos Művelődési Központ munkatársa kapta. A Magyar Nyelv Múzeumában megtelt a nézőtér. A sátoraljaújhelyiek a himnusz születésének 190. évfordulóját, a Magyar Kultúra Napját ünnepelték. Szamosvegyi Péter polgármester köszöntőjében arról beszélt, milyen fontos, hogy átörökítsük a magyar kultúrát, a nemzeti és helyi értékeket egyaránt. Magasabb rendű kultúrával, akinek mélyebbre vagy messzebbre nyúlnak a múltban történelmi gyökerei. De még csak az sem, amely méltán appellálhat és appellál is, és ezáltal egyébként hirdeti fensőbbrendűségét tudósai, művészei és egyáltalán az elért eredményei kapcsán, hanem az, amely minél többet átment az értékekből, átment és át is ad az újonnan születő és a mindig újonnan születő következő generációknak. Dr. Ternyák Csaba egri érsek azt hangsúlyozta, hogy az országot és a világot egy évszázada jellemző megosztottság idején mennyire szükség van a nemzeti imára, ami összeköti a népet, a magyarokat. Mi nemzeti imádságunk nem véletlenül szerves része egyházaink
ünnepi istentiszteleteinek minden keresztény közösségben, amikor hazánkért is imádkozunk. Olyan kultúrából nőtt ki ez a nemzeti imádság, amelyben még természetes volt, hogy múlt nélkül nincsen jövő. Hagyományosan a Kultúra Napi díszünnepségen adják át az önkormányzat közművelődési díját. A kitüntetést idén Mizsákné Bodnár Zsuzsanna, a Kossuth Lajos Művelődési Központ munkatársa kapta. A néptáncpedagógus népművelő külföldi elfoglaltsága miatt személyesen nem lehetett jelen, így levélben köszönte meg az elismerést. Köszönöm mindazoknak, akik rám gondoltak és megtiszteltek az elismeréssel. Ez újabb erőt ad számomra ahhoz, hogy együtt tovább folytassuk a munkát szeretett városunk kulturális életéért. A Városvédői Szépítő Egyesület, valamint a Sátoraljaújhelyi Önkormányzat elismerésben részesítette még Rózsahegyi Tamást, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön parancsnokát és Csonka Lászlót, a Nagytárkányi Alapiskola igazgatóját, a Tisza Népdalkör vezetőjét. A díszünnepség keretein belül állampolgársági eskütételt tett az Erdélyből érkezett kis család. A szovátai fiatal pár és gyermekei eljeles eseményen lettek hivatalosan Magyarország állampolgárai. Esküszöm, esküszöm. Magyarországot, Magyarországot. Hazámnak tekintem. Hazámnak tekintem. A Kultúra Napi műsort az Intervox női kar, valamint felnőtt szereplők közreműködésével a Kazinczy Ferenc Általános Iskola Petőfi Tagintézményének diákjai adták. Egész világ magyarja. Kitüntetéseket is adtatok át, néhány szót esetleg erről, ugye ez most már sok-sok éve hagyomány. Így van, minden évben a Magyar Kultúra Napján kitüntetéseket adunk át itt a közművelődési díj, ami szerintem jó helyre ment, hiszen Mizsákné Bodnár Zsuzsa rengeteget dolgozik a város eseményein, néptáncfesztivál és műfehez igazgatóként is sokat tett Újhely kultúrájának a támogatásáért. Rózsahegyi Tamás börtönparancsnok kapott díjat, ő pedig a Börtönmúzeum és az ott dolgozók, meg több partizán emlékmű, meg illetve nem csak a Doni Kanyari emlékműnél is rengeteg dolguk van. Csonka László a Nagytárkányi Nyugalmazott Általános Iskola igazgató, és állampolgársági esküt is tettek, aminek szintén nagyon örülök, illetve gondolom mindannyian örültünk és meghatódtunk az eseményen. A kis család, apa, anya és a két kisgyermek tett itt állampolgársági esküt, ami tényleg nagyon szíven szorongató volt, hiszen ők már így magyar állampolgárok is egyben. Ti voltatok részben a házigazdák, hisz mint részönkormányzat vagy szép halmi lakos, ugye sokat tettetek azért, hogy ez az ünnepség összejöjjön. Hogyan értékelnéd ezt? Igen, egy nagyon jól sikerült és nagyon szép ünnepség rendezvény volt. Nagyon sokan voltak, ahogy polgármester úr ünnepi köszöntőjében volt, elmondta, az átadás óta nem voltak ennyien a Magyar Nyelv Múzeumban. Az ünnepi beszédet dr. Ternyák Csaba egri érsek mondta, és én még szeretném megköszönni a rendezvényen fellépőket, nek a műsorát, Jászter Beáta, Novák Zoltán, Schweitzer Tamás, Új Péter, illetve az Általános Iskola Petőfi Tagintézményének a tanulói, Újnél Sejder Hedvég vezetésével, valamint az Intervox női kórusnak. Természetesen a honlapon láthatnak a kedves nézők ezzel kapcsolatban összefoglalót. Most nézzünk egy oktatási civil ifjúsági bizottság ülési beszámolót, és akkor utána folytatjuk. A Városi Civil és Sportszervezetek beszámolóit tárgyalta a Sátoraljaújhelyi Oktatási és Közművelődési, valamint a Pénzügyi Bizottság. Az egyesületek részletesen tájékoztatták a képviselőket az elmúlt évi tevékenységről, valamint elszámoltak a polgármesteri keretből adott önkormányzati támogatással is. A két bizottság ezek mellett meghallgatta és elfogadta a Zemplén Televízió 2013-as üzleti tervét. Hát
Több közös napirendi pont miatt együttülésezett a Sátoraljaújhelyi képviselőtestület két bizottsága. A város közművelődéséért és a pénzügyekért felelős képviselők két napirendi pontot tárgyaltak együtt. Az egyik az Emplén Televízió 2013-as üzleti terve volt, amit elfogadtak. A másik a civil szervezetek és sportegyesületek tevékenységéről szóló beszámoló. Évek óta a polgármesteri keretből támogatják őket, a beszámolóikban erről a támogatásról is elszámoltak az érintettek. Nagyon sok civil és sportszervezet adott be kérelmet, szinte mindenki megkapta a kért támogatást, vagy annak egy bizonyos részét, jó részét. A mai alkalom azért volt ebből a szempontból jelentős, mert ebben a hónapban kellett a tavalyi támogatásokról elszámolni a szervezeteknek. Egy tételes pénzügyi elszámolást, illetve egy írásos szakmai beszámolót kértünk minden szervezettől. Ez meg is történt. Körülbelül 8-900 ezer forinttal számoltak el a civil és sportszervezetek. A folytatásban külön dolgoztak a bizottságok. Az Oktatási és Közművelődési Bizottság a Kossuth Lajos Művelődési Központ tavalyi tevékenységéről hallgatott meg beszámolót. A képviselők úgy határoztak, hogy az idei programterv az önkormányzat költségvetése után készüljön el. Az viszont már most látszik, hogy a közművelődési feladatokra ebben az esztendőben jelentősen kevesebb forrást kapnak az önkormányzatok. A bizottság tárgyalta az új helyi körkép működését is. Az elmúlt esztendőben egy lapszámmal kevesebb készült, ennek pótlására kérte a bizottság a szerkesztőt. 2014-ben pótolja ezt a számot, és mint ahogy tavaly is, vagy előző négy évben is volt, egy ilyen összefoglalót a négy éves munkáról, milyen fejlesztések voltak, mit ért el az önkormányzat az eltelt négy évben, tehát egy ilyen kiadványal fogja pótolni a főszerkesztő, illetve a tévé ezt a hiányt. Az új helyi körkép beszámolóját a csütörtöki testületi ülésen nem tárgyalta az önkormányzat, a bizottság határozati javaslatáról februárban döntenek a városatyák. Na, erről majd februárban beszélünk, viszont megtárgyaltátok a művelődési központ munkáját, ebből mit emelnék ki? Hát így nagyra értékeljük az egész éves 2012 évi munkájukat, hiszen rendesen rengeteg program volt, ami a városlakók részt vettek, mindenki megtalálta valóban a számítását és olyan programot, ami a számára megfelelő volt. Most a 2013-as program összeállításánál ugye azt tudjuk, hogy szűkültek a keretek, hiszen maga a kultúra is kevesebb pénzt kapott a városban, mint amennyit eddig tudtunk fordítani rá, tehát itt egy érdekes kérdés lesz. Tehát úgy is határoztuk meg, hogy pályázni kell, tehát ha meg tudja a programtervét valósítani, ez nagyon sokat kell pályázni a művelődési háznak, és a végrehajtásnál, tehát a program végrehajtásnál nagyon figyelni kell a költségvetésre, tehát nem szállhat el a költségvetése, annyi pénzből, amennyit jóval fognak neki, vagy fogunk adni neki, annyiból kénytelen lesz gazdálkodni, és ennek megfelelően fog dolgozni a következő évben, illetve az évben. Hát egyébként is elég szépen hoztak pályázati pénzeket, tehát azt felismerjük ugye a vitában, hogy a több létszámmal, meg pályázati pénzből, tehát azért ők hoznak szépen pályázati forintokat. És ez így ebben van. Az évben is így lesz. Ugyanúgy, mint a tévé is, nem akarok most dicsérni titeket, de a tévé is ugye ugyanúgy tud gazdálkodni, hogy csak a pályázatokból, mert az a két önkormányzatot, az a 30%-ot, vagy mennyit tesz ki, és a 70%-ot hozzá kell tenni. Ez van, bizony. A városrészekben sok-sok több rendezvény volt, mondtad, hogy most itt azért úgy visszatekintve egy picit mondanál ezzel kapcsolatban valamit? Kapcsolódik a művelődési központ beszámolójához. Több évvel ezelőtt vitatárgya volt, és több testületi ülésen, bizottsági ülésen elhangzott, hogy a városrészekre nem terjed ki a művelődési központnak a szerepe és a szervező tevékenysége. Én azt gondolom, hogy ez most már több éve úgy működik, hogy a településrészi önkormányzatok, de mondhatom a többi programot is, amit kihoznak a városrészekre, valamint önálló pályázat is volt, amit a Művelődési Központ kulturális értékeink címmel más településgesztorságával elnyert, de mind a három városrészt érintette, egész napos
program volt. Károly falván volt a Majál is, ugye ezen az éven Ruda Bányácska a soros. Ez is azt mutatja, hogy a művelődési központ már nem csak szigorúan a város belsőn szervezi a programokat és a művelődési központba, hanem kitelepül, és a többi lakosságot és az állandó közigazgatási területen élőket is próbálja bevonni a programokba. Szép Halomba is így volt, igaz? Hát több olyan rendezvényetek volt a művelődési központ segítségével. Plusz a hagyományos vadételfőző verseny, amely minden éven Szép Halomba kerül megrendezésre. Norbi, ti sokat szorosan nagyon tudtatok dülőre jutni, ugye itt a kéményseprői diakban ez egy kötelező szolgáltatás, amit ti felügyeltek? Hát végülis az önkormányzat önként vállalt, ezt önként vállalta, hogy ezt a szolgáltatást elvégezteti a városunkban. Nem kötelező feladat ez se. Azért nem sikerült újra ebben a kérdésben dűlőre jutni, hiszen a decemberben a szolgáltató kérte, hogy vegyük le napirendről ezt a témát. Konkrétan a kéményseprő rendeletünk módosításáról van szó, de hát tudni kell, hogy ez arról lenne szó, hogy díjváltozások fognak történni. Most kijött végre az a végrehajtási rendelet, ami alapján a szolgáltató elkészítette az ajánlatát. A bizottság megtárgyalta feltételes módban, ami azt jelenti, hogy úgy döntöttünk, hogy akkor tárgyalja meg a testület az elénk beterjesztett anyagot, hogyha megérkezik két szakmai szervezet, illetve a fogyasztóvédelmi főfelügyelőség, illetve a szakmai szervezet a kéményseprőipari kamarának a véleménye a rendelettervezettel kapcsolatban. És mivel ez nem érkezett meg, ezért a testületi ülésen levettük újra a napirendi pontról. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltató egyébként szóban jelezte, hogy újra át fogják dolgozni, mert a szakmán belül is viták vannak. Tudni kell, hogy egy teljesen új rendszer, új metódus alakul ki, úgy néz ki a kéményseprőipari szolgáltatások területén. Egységesítették, hogy milyen kéményeket kell figyelembe venni, egységes szerkezetbe foglalták az egész országban, úgyhogy egységes a díjszabás is, most úgy tűnik. Most a törvényünk megengedi, hogy ettől a díjszabástól eltérjenek 30-40%-kal, de az biztos, hogy 2015. január 1-től ez kötelező lesz az egész országban egységesen mindenhol. A helyi szolgáltató pont emiatt most még próbál egy olyan kedvező árfekvést kialakítani, de úgy néz ki, hogy házon belül is viták vannak a szakmai szervezetben, mert vannak olyan hangok, akik azt mondják, hogy már most be kellene így ennek megfelelően vezetni, ők nem szeretnék. Vita van arról is, hogy hány alkalommal kellene egy kéményt mondjuk karbantartani, illetve ellenőrizni. Eltérő a gáz és a hagyományos kémények ideje, abban a szempontból, hogy a gázkémény csak egyszer kell, a hagyományos kétszer egy éven, ők nem szeretnék csak egyszer, én úgy tudom, szóbeli tájékoztatások alapján, úgyhogy várjuk, hogy milyen előterjesztést nyújtanak be februárra. Azt tudni kell, hogy az éve lejár a kéményseprőipari szolgáltatásról szóló szerződése a városnak, a szolgáltatóval. Meglátjuk, lehet, hogy lesz javaslat, hogy esetlegesen felül kell bírálni, azután pedig a későbbiekben a megyei jogú városokhoz kerül, a törvény így rendelkezik. Viszont nagyon fontos szolgáltatásról van szó, mert sajnálatos módon értesülhetünk, hogy az ország különböző részei vannak szénmonoxid mérgezések, és bizony volt tragédia Szép Halomba is jó néhány évvel ezelőtt. Három évvel ezelőtt. És hát ez elengedhetetlen, hogy ez a működjön ez a szolgáltatás. Így igaz, mindenképp egy olyan szegmense a város akár a város üzemeltetési bizottság munkájának is, hogy amire oda kell figyelni. Igen, ezzel kapcsolatban mondtál volna valamit? Három halott. Jaj, hát az egy sajnálatos tragédia volt Szép Halomba. Na hát ezért fontos, hogy folyamatosan nézzék, karmat tartsák, tisztítsák, odafigyeljenek rám, és valamilyen szinten az önkormányzat ezt vállalta, hogy erre odafigyel és megpróbálja ezt koordinálni. Lassan véget ér a mai
fogadóra, illetve hát a képviselők című műsor, amit a bizottsági elnökökkel tartunk. Zárásként ugye mit emelnél még ki az új helyi körkép? Azt hát, később visszatérünk, majd, igen. Visszatérünk, ugye, de folyamatosan megjelenik, odafigyeltek azért, mert sok észrevételt kapunk mi is e-mailben, sőt jönnek ide a televízióba is az újságért. Ennek ugye meg van szervezve a hálózata, a terjesztési hálózata. Így van, általában a terjesztéssel szoktak problémák lenni, de úgy néz ki, hogy most egy kézbe került, és rajta lesz a számokon a telefonszáma a terjesztőnek, tehát ha valaki problémát fog észlelni, hogy neki nem dobták be, de a szomszédba bedobták, akkor ezt a telefonszámot kell felhívni, és közvetlenül tud majd beszélni a terjesztővel, és gondolom, hogy így azért egy kicsit zökkenőmentesebben fog ez alakulni. Hát bízunk benne, hogy mindenki ezzel fog jutni. Ugyanúgy Károlyfalvára, Szépfalomba is, hisz oda is járt eddig is. Sőt, Bányácskára is. Így van. Norbi, ugye nektek most akkor megszűnik ez a közbeszerzés, mint szakterület. Így igaz. Ez azt jelenti, hogy a jövőben mindig egy bizottság fog dönteni? Egy választott, igen. Egy adhok jellegű. A létszáma is változhat, úgyhogy a későbbiekben a közbeszerzésekkel egy ilyen felállású bizottság fog foglalkozni. Annyit azért elmondhatok, hogy a közbeszerzési tervünket legutóbb, mint decemberben utoljára módosítottuk, és mondjuk egy örömteli esemény miatt volt erre szükség, annyi, hogy megbontottuk az egyik közbeszerzési kiírást. Ez pedig amiatt volt szükség, hiszen a Hősök terén sikeres pályázat valósul meg, reméljük, az éven, és az ablak és nyílászáró kerítésépítés került egy közbeszerzési eljárásba, illetve a fűtés korszerűsítés kint a Köveshegyi Szociális Otthonnál egy másik pályázat keretében is, ezért volt szükség a közbeszerzési tervünk módosítására. Hát ezt csak azért kérdeztem, mert ugye itt megbeszéltük, hogy egy kicsit értékeled is, de hát erre most már nem lesz idő, hogy az elmúlt években azért milyen hasznos munkát végeztettek, és ezt ha csak más nem emelek ki, itt Sátorolja újjelben soha nem volt olyan vita, vagy újra közbeszereztetni, cirkuszokról hallani, tehát ilyen értelemben a háttérben ti szépen le tudtátok vezényelni ezeket a közbeszerzéseket, már pedig volt bőven nagyságrendben is. Így igaz, úgy gondolom, hogy az elmúlt évek adják azt a legjobb bizonyítékot arra, hogy ezen a területen nem volt, igen, és az idővel se volt gond. Úgy értem, hogy ezen sosem múlt, hogy a közbeszerzés flottul és gyorsan lezajlódjon, a beruházások elkészüljenek időben, úgyhogy úgy gondolom a korábbi időszakban egy sikeres munkát tudhatunk magunk mögött. Így van, és hát természetesen oda fogtok figyelni, mert valamilyen szinten az önkormányzat ez fontos területként kezeli majd a jövőben is, ha más rendszerben is működik. Van még valami, mert akkor lezárhatjuk, lassan véget ér a mai időnk, igen? Még segélyezéssel kapcsolatosan szeretném elmondani, az előbb kimaradt, hogy 800 családot érintett a lakás fenntartási támogatás, és azzal, hogy hűl a külső hőmérséklet, egyre többen élnek meg problémás napokat és helyzeteket, miután nincsen tüzelő, így téli időszakban elsősorban átmeneti segélyként a tüzelő támogatás megy, és ami sajnálatos dolog, és a szolgáltatóktól összegszerűségében hallunk információt, hogy mennyi a kint lévőség a szolgáltatóknak. Ez azt jelenti, hogy sokan nem tudják fizetni a közüzemi díjakat. Ez egy nagyon összetett szociális probléma, hogy most önhibáján kívül, vagy önhibájából nem fizeti, nehézségek vannak. Szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy létezik az adósságkezelési támogatás, szigorú feltételek mellett, de akik önhibájukon kívül kerülnek nehéz helyzetbe és alacsony jövedelemből élnek, akkor azoknak javaslom, hogy keressék a adósságkezelési tanácsadót, aki a családsegítő szolgálatnál dolgozik, és meg tudják együtt nézni, hogy miért, milyen ok miatt került a család ilyen helyzetbe, rossz anyagi helyzetbe, és hogyha jogszabály önkormányzati rendeletünk erre lehetőséget ad, akkor ezt a támogatási formát tudjuk megajánlani. Köszönöm szépen,
ezt az információt is, és a mai estét. Legközelebb egy hónap múlva találkozunk. Önöknek, kedves nézők, további jó tévénézést. Most még a híradóig a Magyar Kultúra Napja ünnepségről láthatják a Szamosvölgyi Péter polgármesteri köszöntőt, illetve dr. Ternyák Csaba egri érsek ünnepi szónoklatát. Köszönöm szépen a figyelmüket!